itt semmilyen hagyománya nem volt a gyümölcs termesztésnek. Ez az alföldi rész, ez mindig inkább gabona termesztő vidék volt, és tulajdonképpen az, hogy 93-ban ez az ültetvény gondolata megszületett, az nagyon sok véletlennek köszönhető. Most 170 hektáron terül el, az ömem egy, de 23 hektár almánk, 38 hektár cseresznyénk és 5 hektár szilvánk is van, nagyjából így jön össze a 170 hektár. Igazán a cseresznye az utóbbi időknek volt a gondolata, és ez miatt a mögöttem látható ültetvény is egy néhány éves ültetvény, 5 éves, és itt minden olyan technikai eszköz megvan, ami ahhoz kell, hogy talán normálisan lehet termésbiztonsággal számoljunk, ami konkrétan azt jelenti, hogy itt az öntözőrendszer, amit csöpögtető öntözőrendszert korábban kiépítettünk, egy dupla csöves rendszer, aztán arra jött egy jégháló, és az alá pedig az esővédő fólia. Az, hogy ez így összejött, rengeteg szaktanácsadásnak, kutatásnak, nyelvtudásnak, sok mindennek köszönhető a stabil munkatársaknak, mert azért nyilván itt is van fluktuáció, de azok, akik több éven keresztül csinálják ugyanazt, azoknak már sokkal kevesebbet kell arról beszélni, hogy ha most változtatni akarunk valamin, mert mondjuk a görög szaktanácsadó azt javasolja, akkor az ne kelljen még túl sokat nekünk magyarázni. Most van egy brigádom, azon belül 12 embert kell foglalkoztassak egész nap, és figyelni rájuk, hogy minden rendben legyen a szüret alatt. Minőséget kell nézni, nem egyhangú, hanem minden nap változatos. Sőt, van, hogy minden órában is. Étkezési célú meccedés az hozta nekünk azt az infrastruktúrális fejlődést, ami egy mindig extra bevételt biztosítani tudott, hiszen a kézzel szedett megy azért mindig 1 euró, 1 euró 20, 1 euró 50 között volt értékesíthető, és azt a pénzt nem tapsoltuk el, hogy a teljes terület úgy öntözhető, hogy sok szeleppel, távvezérléssel automatikusan programozható. Az iskolai szünet kezdetétől tudunk folyamatosan 4 hétig munkát biztosítani. Volt olyan időszak, amikor 600 ember dolgozott a kertben. Kik jönnek ide szedni a gyümölcsöt? Nyugdíjasok leginkább, de amikor majd bejön a cseresznye, utána megy is, akkor jön nagyon sok diák, városból is, kisebb településekről is, a környékről. Úgyhogy leszünk majd a megy szezon végére. Megéri, lehet jól keresni? Igen, igen, megéri. A munkakörülményeket azért igyekszünk biztosítani a dolgozóknak azáltal, hogy fűthető cipő, fűthető mellény, fűthető kesztyű, elektromos metszőolló, pihenőhelyek a mérlegelésnél a dolgozók megtartásában szerepet játszanak.